122 migráns, majdnem teljesen megtelt a nyírbátori menekültügyi őrzött befogadó központ. Fokozott kullancsveszély, az enyhe tél miatt több az élősködő már a városokban is. Magbőrzét tartottak, tájfajta növények és magok cseréltek gazdát a sóstói skanzenben. Majdnem teljesen megtelt a menekültügyi őrzött befogadó központ Nyírbátorban. Jelenleg 122 migráns tartanak őrizetben, 92%-os a kihasználtság. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A nyírbátori központból hivatalosan nem mehetnek ki a menekültek, mert az őrzött intézmény. A környéken élők viszont azt mondták, hogy éjszaka kijárnak a külföldiek, ezért félnek. A legfrissebb országos adatok alapján az elmúlt hétvégén több mint 400 határsértőt fogtak el Magyarországon, két gyanúsított ellen pedig embercsempészet miatt indult eljárás. Ezek az amatőr felvételek tavaly nyáron készültek Debrecenben. Ott kijárhattak a menekültek a városba is. Egy videó után szabadultak el az indulatok, törtek, zúztak a menekültek az utcán. Nyírbátorban szinte síri a csend a tábor körül. Itt a külföldiek nem jöhetnek ki az épületből, úgynevezett menekültügyi őrizetben vannak, mondja a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatója. Hogy ebben az objektumban nem szabadon járhatnak, kelhetnek a külföldiek, mint egy táborba, hanem itt őrizetben vannak, tehát kvázi fogvatartási körülmények között kerülnek elhelyezésre. Az objektum befogadó kapacitása 132 fő, jelenleg 122-en tartózkodnak az objektumban. Táblázatban foglaltuk össze, hogy honnan érkeztek menekültek a nyírbátori táborba. A legtöbben, 47-en pakisztánok, de nagyobb számban vannak afgánok, tunéziaiak és marokkóiak is. 10 fő híján megtelt a tábor, a kihasználtság 92%-os. A környék utcáiban szerény anyagi körülmények között élő emberek laknak. Ők azt mondják, hiába zárt a tábor, ők sűrűn találkoznak külföldiekkel. Nem örülünk neki, hogy na, hát itt vannak ezek a mostan. Félnek egy kicsit attól, hogy ők hát, az máshol? Hát itt eljel is vannak ott. Ezért, mikor kijönnek egy tejjel is, hát, na, hát itt tejjel is mászkálnak, itt ki tudja, hogy mikor. Az ingatlanok ára lecsökkennek, ők tőlük, hiszen mert félnek az emberek. Varga Zoltán és felesége arra panaszkodik, hogy a nőket inzultálják a menekültek. Nap, hogy az asszony ment dolgozni, van feleségem, és akkor útjukat állták azzal, hogy azt se tudta, hogy merre kerülje ki őket. De viszont én csak azt tudom mondani, honnan jöttek, menjenek oda-vissza. Így igaz. Hisz van nekünk is épp elég bajunk, nem hiányzik még ők is nekünk. Az ember egy kicsit fél. Amikor megy munkába, akkor rámegy, sajnos csinálnak olyanokat, hogy az emberre olyan, mint a szórakoznának. És akkor az ember persze, hogy fél a sötétbe. A regionális igazgató azt mondta, a hivatal minden megtesz azért, hogy a környéken élők ne vegyék észre a mindennapokban a tábor jelenlétét. Van napi rend, van házi rend, ezeknek a betartásával a külföldiek az objektumon belül azért szabadabban mozoghatnak, mint egy normál fogvatartási körülmények között. Szociális munkások vannak bent, akik igyekeznek ugye a szabadidejüket, a napjukat lekötni, illetve az eljárások, eljárási cselekmények is mennek, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmi konfliktus, semmi probléma ne történjen, nem is nagyon szokott ilyen előfordulni. A táborban élő külföldiek heteket vagy hónapokat várnak arra, hogy ügyükben döntés szülessen. Ha azt nem fogadják el, a fellebbezés miatt tovább húzódhat az őrizetük. Fokozott a kullancs veszély Magyarországon. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint ez főleg a klímaváltozásnak köszönhető, ugyanis az elmúlt évek enyhe téli időjárásához könnyen alkalmazkodtak az élősködők. Az Országos Epidemiológiai Központ tavaly összesen 1445 Lyme-kóros esetet regisztrált hazánkban. De nem csak az emberekre, a házi állatokra is veszélyt jelentenek a kullancsok. Ahogy melegszik az időjárás, egyre több kullancs található meg a természetben. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem csak az erdőkben jelennek meg az élősködők, hanem akár a városközpontban is. A kullancsokat könnyen eltávolíthatjuk akár otthon, hiszen a gyógyszertárakban 1000 forint körül kaphatóak erre a célra kifejlesztett műanyag kanalak. Az általunk megkérdezett orvos azonban inkább a fémcsipeszek használatát javasolja. Ezekkel egy egyszerű mozdulattal kiúszható a kullancs, fontos azonban, hogy az élősködő potroha ne sérüljön meg közben.
Gyógyszer nincs, védőoltás azonban van a fertőzések ellen, ezt mindenki a házi orvosától kérheti. Megkapja az illető az első oltást, utána egy hónapra rá, illetve egy évre rá kapja meg majd a következőt, ezután pedig a következő oltásra 3 évet várni kell, majd 59 éves korig 5 évente kell egy-egy védőoltást megkapni, 59 éves kor után pedig ismételten 3 évente kell az emlékeztető oltásokat. Viszont azt nagyon fontos tudni, hogy ez a védőoltás, ez csak a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő gyulladás ellen véd, a Lyme-kór és egyéb kullancs által terjesztett betegségek ellen nem hatásos. Az elmúlt 2 hétben a kullancsok által megfertőződött kutyák száma is megemelkedett. Az állatok szőrén talált élősködőket könnyen eltávolíthatjuk, a befúródott állatokhoz viszont speciális eltávolító csipet szükséges. Különböző készítményekkel, főleg ezekhez hasonló cseppentős gyógyszerekkel, tablettákkal és nyakörvekkel megelőzhető a kullancsok okozta fertőzés. Fertőzött kullanccsal többféle betegséget kaphatnak el állataink. Elsősorban a kutyáink veszélyeztetettek. Első körben, illetve a legfontosabb, ez a babézia nevezetű kórokozó. Ez lázas általános tüneteket okoz állatunknál, esetleg véres vizeletet lehet észlelni még nála, étvágytalanságot, jobb minél előbb állatorvoshoz fordulni, hogyha ezt tapasztaljuk. Főleg, hogyha a kórelőzményben szerepel esetleg kullancsos látlelet. Ritkább esetekben a házi állatoknál is előfordul Lyme-kor, valamint a melegebb éghajlatokról érkező kórokozók is veszélyesek az állatokra. A megelőzéshez nem csak a különböző készítmények használata tartozik. Egy hosszabb séta után mindig érdemes átvizsgálni a házi állatokat és önmagunkat is. Batáta, mustár és a híres nagydobosi sütőtök magjaihoz is hozzájuthattak az érdeklődő termelők az első sóstói magbőrzén. A Múzeum Falu rendezvényéhez a nyíregyházi kosárközösség is csatlakozott. A civil kezdeményezés célja, hogy a helyi gazdaság megerősödjön, valamint hozzájáruljanak az egészséges táplálkozáshoz. Országszerte több városban is tartanak hasonló magbőrzéket. Ezek célja, hogy bemutassa egy-egy térség növényi változatosságát, az adott talajhoz szokott tájfajtákat. A rendezvények lehetőséget adnak továbbá arra, hogy a termelők magokat cseréljenek. Az első sóstói bőrzén például a híres nagydobosi sütőtök magjához is hozzájuthattak az érdeklődők. Amit egy év alatt megtermelt az ember otthon, és büszke rá, hogy ő ilyen különlegességet termelhetett, arról magot fog. Itt a magfogásról is egyébként lehet majd beszélgetni, tapasztalatot cserélni, és a magfogás során apróbb zacskókban, kisebb kiszerelésben, de akkor elhozhatja a saját magvait, és itt most elcserélheti azokat. Ezek a fiatalok Nyírtelekről és Demecserből érkeztek. Hoztak magukkal egyebek mellett batáta, mák, mustár, sárgarépa és földi mogyoró magokat. A csere érdekel minket. Hát itt láttam a rebarbarát, levandulát, a pattogatnivaló kukorica érdekelne minket. A Nyíregyházán újszerű kezdeményezéshez a kosár közösség is csatlakozott. Ez a bevásárló közösség egy civil kezdeményezés, amely helyi gazdaság megerősítésén, újraélesztésén dolgozik. Véleményük szerint ugyanis a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása elősegíti a helyi gazdaság erősödését, valamint hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. A táplálkozás során a szervezetnek nagyon sokféle táplálékra van szüksége. Ha csak egy félét kapunk, vagy néhány félét kapunk, akkor hiánybetegségeink lesznek. Persze, akkor lehet mondani, hogy ezt már megoldjuk táplálékkiegészítőkkel, de hát most akkor azért élek, hogy mindenféle dolgot összeszedjek és táplálékkiegészítőket egyek, vagy választom ezt a megoldást, hogy helyi, sokféle élelmiszert, sokféle növényből oldom meg a táplálkozásomat. A bőrzén szakemberek tartottak előadásokat a növényi magvak fontosságáról a táplálkozásban, valamint biogazdák is bemutatkoztak, akik speciális fajták előállításával foglalkoznak. A nők erősek, tisztességesek és nagy a felelősség érzetük, ezért kiváló munkaerőnek számítanak. Erre hívta fel a figyelmet Halmi József, az MSZP megyei alelnöke nőnap alkalmából. A politikus szerint ma Magyarországon a kormány kevés szerepet szán a nőknek, alig vannak például női politikusok. Halmi József úgy véli, a politikának nem lenne szabad meghatároznia, milyen szerepet szán a hölgyeknek, azt döntsék el maguk.
Látjuk a különböző fideszes politikusok megnyilatkozását, Kövér László, vagy a miniszterelnök megnyilatkozását. Sokba a nőt, mint a társadalom azonos szereplője nem nézi. Ők a konyhába képzelik el a gyerek mellett, az unoka mellett a nőket, mi meg nekünk más a felfogásunk, mi azt gondoljuk, hogy ebben a társadalomban a nőknek ugyanolyan jogokat és ugyanolyan egyenlő bánásmódot kell biztosítani, ugyanolyan bérét, miközben látjuk azt, hogy a nők, ahol szerepet vállalnak, akárhol szerepet vállalnak, az a dolog jobban megyen. Egy ember életét vesztette, öten pedig megsérültek vasárnap, amikor eddig tisztázatlan körülmények között két személygépkocsi ütközött össze Nyírbátor és Nyírcsászári között. Az egyik jármű sofőrje, egy 41 éves nyírkátai nő a helyszínen életét vesztette. A jármű három utasa, köztük két gyermek, valamint a másik autóban utazó két személy megsérült, őket a mentők kórházba szállították. A rendőrség szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Reális természettudományi versenyekről is szó lesz még a híradóban, előtte nézzük a további témákat. 5 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 22. fordulójában a közvetlen rivális Jászberényt fogadta. A vendégek 74-69-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A listavezető Ibrán győzelmével zárult a megyei első osztályú bajnokság szomszédvári rangadója. Gerlicki Máté együttese 0-0-ás félidő után 2-0-ra legyőzte a nagyhalászt, így megőrizte 6 pontos előnyét a tabellán. Komplex természettudományi versenyt rendeztek Nyírbátorban. A megmérettetésen általános iskolások mutatták be többek között fizika és kémia tudásukat. A Nyírbátori Református Általános Iskola második alkalommal szervezte meg a versenyt, amelynek döntőjébe a 66 induló csapatból 20 jutott be. Mi a csapatunkkal egy lámpát készítettünk, a lámpát egy fadeszkára erősítettük, és a tartóváza egy műanyag csőből készült, amire tojástartóból kivágott kis darabokat húztunk, ezt lefestettük, és egy elhasználódott karácsonyi égősor világít rajta. Ilyen tárgyakat hoztak magukkal a természettudományi verseny csapatai a végső megmérettetésre. A feladatuk az volt, hogy újrahasznosított anyagokból vagy hulladékokból készítsenek használati vagy dísztárgyakat. A verseny megkezdése előtt ezeket mutatták be a zsűrinek, akik pontozással értékelték az első versenyszámot. Ez egy országos verseny, melyet a mi iskolánk hirdetett meg, immár második alkalommal kerül megszervezésre. Nagy örömünkre már az előző tanévben is meglehetősen nagy volt az érdeklődés, de most ebben az évben megduplázódott. Az országból 66 csapat tartott ki a végsőkig, és abból a legeredményesebb 20 csapatot hívtuk meg ide a döntőfordulóra. A verseny célja nem csak a tehetséggondozás, hanem az is, hogy a város kaput nyisson az országra, és bemutatkozhasson a távolabbi településről érkezőknek is, hangsúlyozta a versenyen Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. A városnak rendkívül fontos nem csak az, hogy ilyen versenyek kerüljenek megrendezésre, hanem a városban működő valamennyi szolgáltatás, és köztük az oktatás is minél magasabb színvonalon működjön. És ebből a szempontból az, hogy az ország különböző pontjairól a gyerekek, a pedagógusok, a felkészítő tanárok ellátogatnak, megismerik az iskolát, az itteni oktatást, de olyan programokat is szerveztünk, hogy az oktatáson túl a város értékeit, a különböző turisztikai, egyéb szolgáltatásait is megismerjék, kellemesen töltsék el itt a szabadidejüket, és bízom benne, hogy ezzel a rendezvénnyel az országban a városnak a neve, az értéke erősödik, és megismerik azokat az értékeket, amitől Nyírbátor, hiszen mi egy nyitott város vagyunk mindenki számára. Az országos komplex természettudományi versenyen a csapatok írásbeli tesztfeladatokat is kaptak, valamint kísérletelemzéseken vettek részt. A 15 legjobb kis matematikus képviseli majd megyénket az Rényi Ilona matematika verseny országos döntőjén Kecskeméten. A már hagyományosan februárban megrendezett Zrínyi Gordiusz országos matematika versenyekre több mint 60 ezer diák nevezett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei eredményeket és a továbbjutók neveit Vásárosnaményban hirdették ki.
A megyében 1840 gyerek indult az Rényi Gordius matematika versenyen, amelynek eredményeit a Vásárosnaményi iskolában hirdették ki. Nekem szerencsém van, mert én már kicsikorom óta nagyon szeretem. Ez már így kiderült, és azért is mentem matek tagozatra. Egyébként, hogyha valaki szereti, és sokat csinálja, és sokat foglalkozik vele, akkor nem nehéz, mert érdekes, viszont akinek meg nem áll rá az agya, annak nagyon-nagyon nehéz tud lenni. A Vásárosnaményi iskolában az emelt szintű matematika oktatásnak hírneve és hagyománya van. A diákok minden évben kiemelkedő eredménnyel szerepelnek nem csak a helyi, de az országos döntőben is. A gyerekek felkészítésével az egész tanévben folyamatosan foglalkoznak. Előző évek feladatsorait megnézem, a matek tanárom ad fel házi feladatot, és ezeket megoldom. A versenyre felkészítő tanárok munkáját is jutalmazták. A megyei forduló eredményhirdetésén az Rényi Ilona matematika verseny 25. jubileumát ünnepelték idén. Ezek a versenyek, ezek úgymond hírét viszik egy-egy településnek, hírét viszik a megyének, és azok a gyerekek, akik jól teljesítenek, ők pedig szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye büszkeségeivé válhatnak, és reméljük, hogy majd az országos döntőkbe is tudnak majd olyan eredményeket elérni, amelyekre méltán lehetünk büszkék. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány 1990-ben indította útjára az Rényi Ilona matematika versenyt, amelyre az általános iskola második osztályától a 12. osztályos tanulók nevezhetnek. A megyei körzeti fordulóból jutnak tovább a kecskeméti országos döntőbe, amelyet idén március 23-a és 25-e között rendeznek meg. Öt pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 22. fordulójában a közvetlen rivális Jászberényt fogadta. A vendégek 74-69-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyháziak szerdán Sopronban lépnek pályára. A meccs előtt a nyíregyháziak egy győzelemmel előzték meg a tabella utolsó helyén álló Jászberényt, így mindenképpen nyerniük kellett volna ahhoz, hogy nyugodtabban várják az alapszakasz hajráját. Az első negyedben 4-0-ra és 12-11-re vezettek is a kékcápák, 10 perc után viszont már a vendégek álltak jobban 4 ponttal. A második negyed 1 ponttal a Berényé lett, és a folytatásban is csak futottak az eredmény után a hazaiak. A negyedik negyedben Busz két triplájával kétszer egyenlíteni tudott a Nyíregyháza, de a vezetés nem tudta átvenni a házigazda. 9 másodperccel a meccs vége előtt -3-nál a hazaiak támadhattak, azonban nem tudtak dobóhelyzetig eljutni, az eladott labdát követően pedig Kón pontot tett a mérkőzés végére. Nem értem, hogy miért voltunk ennyire álmosak ezen a mérkőzésen. Nem tudtunk edzeni délelőtt, mert nem volt termünk hozzá itt a csarnokban, éppen ezért csak fakultatív edzés volt, nagyon közel a mérkőzés időpontjához. Két ember jött le, talán ez eredményezhette, hogy ilyen álmosak voltunk ma. A vendégek edzője, a korábban játékosként nyíregyházani szereplő Szrecskó Szekulovics szerint jó védekezésüknek köszönhették a győzelmet. Mi nagyon jól gyakorolunk egész héten, és tudunk, de jó videkez, ez a kulcs. Szerintem ma este is jól videkezünk. Jól videkezünk, és ez volt az egész csapat jól működik. Biztos vagyok, de kicsi nyomás volt a nyíregyházi oldalon, ez hazai pálya, ez volt, muszáj nyerni. Mi is csináltam maximális szeret, nem volt ilyen könnyű hozzát, ez a nyíregyháza mindig visszajön az eredmény, csak én szerintem 95% a meccsek mi vezetünk. És nagyon jól videkezünk, és ez volt egész volt a jó csapatmunka. A forduló további eredményei: atomerőműese Sopron 72-69, Mavsz Körmen 85-90, Szombathely Pécs 86-62, Szeged Kaposvár 96-81, Szolnok Albafehérvár 68-64 és Zalaegerszeg Kecskemét 86-69. A tabella élén az atomerőműese áll 18 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egyaránt 17-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot és Zalaegerszeget. A Marsó-Nyíregyháza 4 győzelemmel és 18 vereséggel a 13. helyen várja szerdai soproni vendégjátékát. A listavezető Ibrán győzelmével zárult a megyei első osztályú bajnokság szomszédvári rangadója. Gerlicki Máté együttese 0-0-ás félidő után 2-0-ra legyőzte a nagyhalászt, így megőrizte 6 pontos előnyét a tabellán.
A szemerkélő esőben mintegy 800 néző volt kíváncsi a két csapat mérkőzésére, amely mindkét településen az év meccsének számít. Az első félidőben nem született gól, és bár az Ibrány birtokolta többet a labdát, a nagyhalász helyzetei voltak veszélyesebbek. A második játékrészben is derekasan gyűrték egymást a csapatok, a jég a 69. percben tört meg, Kis Tamás szerzett vezetést a hazaiaknak. A három pont sorsa a 90. percben dőlt el, amikor Somogyi Tibor lőtt óriási gólt Gagyi kapujába. Próbáltunk játszani, az ellenfél is nagyon markánsan részt vett a mérkőzésben, jóval erősebb volt, mint a tavalyi szezonban, úgyhogy ez egy nagyon nehéz meccs volt, nehéz meccsre számítottunk. Hogy mi döntött a javunkra? Hát az, hogy az ellenfél kihagyott egy óriási helyzetet, utána mi megszereztük a vezetést, ennyi döntött a mi javunkra. Nagyhalászba a téli szünetben 15 új játékos érkezett, és Opre Mihály kezébe került a szakmai munka irányítása. Az edző szerint a kihagyott helyzetek miatt nem szereztek pontot. Tudtuk, hogy milyen csapathoz jövünk játszani, egy nagyon felkészült, egy nagyon együtt lévő csapat. Nyilván jobban játszottak, többet birtokolták helyenként a labdát, de viszont a helyzeteik nekünk voltak a nagyok az első fél időben, és azt nem tudtuk berúgni. A második fél időben is 1-0 előtt nekünk volt helyzetünk, amit nulláról illet volna berúgni, nem sikerült, kaptunk egy szerencsés ellenfél szemgólt, utána már rúgtak egy nagy gólt, én úgy gondolom megérdemre nyert az Ibrány, és gondolom itt megnyeri a bajnosát, és csak gratulálhatok nekik az eredményhez is, meg a bajnoki címhez is. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Nagyecsen 0-3, Tuzsér Tiszavasvári 1-0, Tiszalök Nyírgyulaj 1-12, Gyulaháza Kemecse 0-0, Fehérgyarmat Tiszakanyár 1-3, Sényű Baktalórendháza 2-2 és Szakoly Mándok 0-2. A tabella élén az Ibrányán 41 ponttal, megelőzve a 35 pontos Nagyecsedet és a 33 pontos Sényűt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Majdnem teljesen megtelt a menekültügyi befogadó központ Nyírbátorban. Jelenleg 122 migránst tartanak őrizetben, 92%-os a kihasználtság. A nyírbátori központból hivatalosan nem mehetnek ki a menekültek, mert az őrzött intézmény. A környéken élők viszont azt mondták, hogy éjszaka kijárnak a külföldiek, ezért félnek. Fokozott a kullancsveszély Magyarországon, ez főleg a klímaváltozásnak köszönhető, ugyanis az elmúlt évek enyhe téli időjárásához könnyen alkalmazkodtak az élősködők. Tavaly összesen 1445 Lyme-kóros esetet regisztráltak hazánkban. Fontos, hogy nem csak az emberekre, a házi állatokra is veszélyt jelentenek a kullancsok. Batáta, mustár és a híres nagydobosi sütőtök magjaihoz is hozzájuthattak az érdeklődő termelők az első sóstói magbőrzén. A Múzeumfalu rendezvényéhez a nyíregyházi kosárközösség is csatlakozott. A civil kezdeményezés célja, hogy a helyi gazdaság megerősödjön, valamint hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. A Kölcsei Televízió iradóját látták hétfőn, friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence fölé kedden napközben már kissé szárazabb levegő érkezik. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé várható még eső zápor, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, de rövid időszakokra a nap is kisüt. Elszortan előfordul eső, zápor, a délnyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap hidegfronti hatás várható térségünkben. Szerdától szárazabbra fordul időjárásunk, gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek, de számottevő csapadék nem valószínű, csak szorványosan fordul elő, főként csütörtökön és vasárnap kisebb eső, zápor. Csütörtökig kissé erősödik, majd néhány fokkal gyengül a nappali felmelegedés.